lassan véghez közeledik az első Európa parlamenti ciklusa. Röviden értékelni az elmúlt 5 évet, milyen eredményekre büszke, és esetleg maradt önben valami hiányérzet így a ciklus zárásával? 5 év nem túl rövid, nem túl hosszú időszak. Rengeteg minden történik az emberrel ennyi idő alatt, pláne mint első ízben megválasztott képviselőnek, ugye bele kellett jönnöm a parlament működésébe. És azt is minden alkalommal kihangsúlyozom, hogy az, amit itt művelünk, az nem egy egyéni sportág, ez egy csapatmunka. És azt gondolom, hogy remek csapat állt itt össze a 2014-es választást követően, már ami a Magyar Néppárti delegációt illeti. És úgy vélem, hogy az induló pozíciónkhoz viszonyítva, az, amiről elindultunk, elindítottuk a mandátumot 2014-ben, elsősorban az őshonos kisebbségek tekintetében, a kisebbségi jogok vonatkozásában számos jelentés, határozat született ebből az időszakból, épp magyar képviselőknek hála, mint amilyen Csáki Pál kollégám is. Ezeken tovább tudunk majd mozdulni, hogyha választók is úgy akarják, és hogyha ide visszajutunk a választásokat követően, akkor azt gondolom, hogy egy picit talán könnyebb startpozíciónk lesz, mint 2014-ben, legalábbis kisebbségi jogok tekintetében. Így az 5 éves ciklusának a vége felé. Maradt önben valami hiányérzet, tehát amit mondjuk elképzelt 2014-ben, hogy sikerül megvalósítani, vagy közelebb jutni a megvalósításához? Volt olyan, amit csalódásként ért, meg esetleg akár személyes szempontból is? Jó magam vajdasági vagyok, és EU-n kívüli vidékről érkeztem ide. És az emberben természetesen van egy felfokozottnak nevezhető elvárás, vagy egyfajta elképzelés arról, hogy az EU-ban mások a viszonyok. Ugye mi egyfajta balkáni-bizánci ügyintézéshez vagyunk szokva, és akkor az embernek ugye a felfokozottak az elvárásai a nyugati fejlett kultúrák és ügyintézések vonatkozásában. És sajnos azt kell látni, hogy nem akkora a különbség, csak esetleg a módszerek simulékonyabbak, gördülékenyebbek, olajozottabbak, de ugyanakkor a kompromisszumoknak nevezett döntések megszületésében azért van sok hasonlóság. És én számomra ez volt a legnagyobb, hát hogyha nem is meglepetés, mert azért az ember számol ilyesmivel, de talán a legszemfelnyitóbb élmény, amit ugye az ember személyesen is, amikor megtapasztal, akkor válik igazából valóságá. A képviselő úr, ön a Fidesz EP listának a 11. helyén van. Ez az előzetes felmérések szerint még egy bejutó hely lesz. Milyen tervekkel vágna neki a következő ciklusnak, hogyha a választói akarat szerint újra beköltözhet a képviselőházba? Ugye említettem már a kisebbségi témakört. Ez nálunk rendkívül fontos odahaza, Szerbiai tagjelölt ország. És jelen pillanatban még ellentétben már tagországokkal a bizottság, az unió még foglalkozik a kisebbségi jogok ellenőrzésével ezekben az országokban. És ezeknek a lekövetése az, amit végeztem eddig is az elmúlt 5 évben, és ez az, amit folytatni készülök. Ugyanis minden gyanú szerint és minden jelzés szerint Szerbia még a következő 5 évben nem fog EU taggá válni. Az első lehetséges ilyen időpont az 2025, szóval a mandátum, ez az új mandátumnak a vége után várható csak esetleges csatlakozás, bővítése az Európai Uniónak. Ugyanakkor vannak olyan témakörök, amik ugye általánosabb jellegűek, akár maga a bővítés témakör. Ez szervesen összefügg az előző témával, ugyanis látjuk azt, hogy a megmondó nyugati tagállamokban nem igazán népszerű az unió bővítésének a témaköre. Ugyanakkor a közép-kelet-európai
országok esetében megvan egyfajta nyitottság. Magyarország esetében is, Szlovákia, a V4-ek esetében, de akár Románia, Bulgária esetében is megvan az a késztetés és az a nyitottság, hogy új tagállamokat föl kellene venni, és hogy befejezni ezt a folyamatot, ami az Európai Unió terjeszkedését illeti, és hogy ne maradjonak fehér foltok az európai térképen. A nyugat-balkáni elsőben arról beszélünk, régiónak a bevonása, illetve kihagyása az európai és építkezésből, az rendkívül káros, akár geopolitikai, biztonsági, de akár még gazdasági szempontból is. És ez az a gondolkodása, hogy még szintén sok tennivaló akad. A már Európai Uniós tag közép-kelet-európai államok csatlakozása során, integráció során azért néhány hibát elkövetett a mag európai vezetés. Gondolja, hogy a nyugat-balkáni integráció során ugyanezeket a hibákat nem követik el? Van szándék arra, hogy amit ott esetleg elrontottak, aminek most mondjuk isszuk a levét, azok újra nem erüljenek föl, mondjuk Szerbia vagy akár Montenegro Európai Uniós csatlakozását illetően? Valóban sok mulasztás, hogy ön is mondja, történt, és talán ez is az egyik ok, mármint most nem konkrétan a kisebbségi jogok kapcsán történt mulasztások miatt, de például, hogyha megnézzük Románia vagy a Bulgária csatlakozását, ott látjuk, hogy még például az igazságügyi reformok, a szervezett bűnözés elleni harc, vagy a korrupció elleni harc tekintetében még van mindig számonkérés az Európai Unió Bizottság részéről, ugye ott éves monitoring jelentések vannak ezekre a területekre. És valószínűsíthető, hogy a bizottság ezért is szigorított jelentősen a már is a kritérium rendszerén, ami a tagjelölt országokat illeti, és nagyon komoly előfeltételekhez kapcsolják már a fejezetek, a csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitását is, hát nemhogy a bezárását ezeknek. Úgyhogy van valóban egy ilyen tanuló íve, görbéje az Európai Unió Bizottságának, ami sok esetben jó, és például kisebbségi témakörben is, konkrétan Szerbia esetében az történt először különben csatlakozásra váró országok esetében, hogy az általános emberi jogi fejezet, tárgyalási fejezethez egy dedikált kisebbségi akciótervet is csatolt a szerb fél, amelynek a végrehajtását ugyanúgy követi az Európai Bizottság, és hát követjük mi is, követik az otthoni magyar érdekvédelmi szervezeteink, és nagyon bízunk abban, hogy ez majd egyfajta megalapozást fog nyújtani, legalábbis olyan értelemben, hogy amikor megtörténik a csatlakozás, akkor és megszűnik az uniós monitoring, addigra ezek a jogi keretek annyira megszilárdulnak, illetve ez a terv, ez a mi elképzelésünk, hogy utána már ne lehessen visszarendeződés, mint amit láttunk például Romániában számos esetben oktatási témakörökben megtörténni. Ez a szándékunk, és ezen dolgozunk, hogy amire a Szerbia valóban taggá válik, hogy addigra a vajdasági magyar közösség jogállása, helyzete az megszilárduljon kellőképpen. A szerb állampolgárságú délvidéki magyarok ugye kimaradnak az EP választásokból, de mi felvidéken szavazhatunk. Mégis nagyon alacsony a választási kedvünk. Mit üzenne a felvidéki magyar szavazóknak? A vajdasági magyarok sem maradnak ki az európai parlamenti választásokban lévén, hogy megtörtént a törvénymódosítás, és amennek köszönhetően első alkalommal a vajdasági magyar kettős állampolgárok is szavazhatnak levél útján, még akkor is, ha nincs magyarországi lakcímük. Úgyhogy ha ezt már mi is gyakoroljuk, akkor tessék azoknak a magyaroknak, akik ugye alanyi jogon és automatikusan adott ez a lehetőség, akkor azt gondolom, hogy ezt ebben a történelmi időszakban vétek lenne nem kihasználni. Épp az miatt, mert látjuk azt, hogy Európa mekkora belső vívódásban van. Azt gondolom, hogy
ez az a választás, amikor minden szavazat számíthat, és ez az a pillanat, amikor megkérdezik az emberek véleményét. Úgyhogy én arra ösztönöznék minden választásra jogosult polgárt, függetlenül, hogy a Kárpát-medence melyik csücskén él, hogy használja ki ezt a lehetőséget, használja ki azt, hogy megkérdezik a véleményét.